Újra Szegeden énekel, ezúttal azonban nem a Kőszínház falai között, hanem egy jóval nagyobb térben. Igaz, hogy itt is rengeteg kő van, de egy óriási színpad is. Milyen érzés a szabadtérén énekelni, és ezúttal Toszkát? Már énekeltem itt Liut a Turandotban, tehát nem lesz teljesen szokatlan, csak akkor még azt hiszem, hogy közelebb voltunk a dómhoz. Most egy kicsit el kellett onnan jönni, úgy tudom, hogy egy picit leszűkült ez a tér. Nagyon, hogy mondjam, nekem ez egy mindig nagy élmény lejönni Szegedre, nagyon szeretek itt lent lenni. Ez egy nagyon jó város, nagyon jó kollégákkal tudok itt dolgozni, ami hát még külön egy nagyon jó érzés. Úgyhogy most visszajönni, és egy címszerep főszerepet énekelni, ez egy nagyon megtisztelő és nagyon jó érzés. Tehát, hogy ennyire bíznak bennem, szeretnek. Ez a szerep, ez mennyire áll közel önhöz? Egy másik operában, pont az előbb említett Kőszínházban, Pillangó kisasszonyban már énekelt. Ezúttal viszont ez Toszka. Toszka az pedig hát egy olyan szerep, ami nagyon sokaknak az álma. Végül is a Butterfly is egy álom szerep, tehát az is egy olyan, amiről azt gondolom, hogy nagyon sok kolléganő álmodozik, sokan megkapják, és megvan ez a lehetőségük, hogy elénekeljék. A Liu is egyébként egy olyan nagyon-nagyon jó szerep. És most úgy néz ki, hogy Szegedhez nekem a Puccini szerepek kötődnek, mert ugye a bohém életben is Mimit énekeltem, és most itt ez egy olyan bemutatkozás, ami azt gondolom, hogy egy tovább lépés az én pályámban is. Tehát, hogy nem, hogy csak egy újabb meghívás Szegeden, hanem egy újabb meghívás az én hivatásomban is. Tehát egy olyan tragikus, nagyon erős hősnőt kell itt megformálni, zeneileg, hangilag, karakterben, mozgásban, ami teljesen más, mint amit én eddig csináltam. Persze szegény csocsoszán is megöngyilkolja magát, de az, hogy ez a Toszka egy olyan férfitől meg, akitől ugye el is mondja, egész Róma reszketett. Tehát egy potens, egy olyan embert, akinek nagyon nagy hatalma van, és nagyon kegyetlen. És fáj a foga erre a gyönyörű énekesnőre, ugye, meg akarja magának szerezni, és ez nem számol azzal, hogy ez egy erős nő. Ez egy nem megvehető, nem egy olyan nő, akit háttérbe lehet szorítani, akit sarokba lehet szorítani. Ez egy olyan nő, akivel meg kell küzdeni. A szereppel hangilag mennyire kell megküzdeni? Ön ugye már egy tapasztalt énekesnő, lehet, hogy önnek egyszerűbb, de szakmában hol helyezkedik el ez a szerep? Tehát mennyire kell inkább rákészülni, mint akár egy másik szerepre, vagy akár egy másik Puccini szerepre? Én azt gondolom, hogy nem, tehát zeneileg kell megoldani, ez egy semmiben sem más, mint az összes többi szerep. Ugyanolyan alázattal és odaadással kell hozzáállni, megoldani. Persze az embernek a tapasztalata segít, de minden egyes új szerep egy küzdelem. Ezt meg kell enni, meg kell szagolni, bele kell bújni, ővele kell álmodni és fölkelni, és nagyon érdekes volt tegnap éjjel, egyébként egy hosszú beszélgetésem volt a rendezővel, még a próba után, tehát éjfél után, amikor azt gondolom, hogy megszületett bennem a karakter kulcsa. És aztán volt is egy nagyon érdekes álmom éjszaka, tehát hogy ennyire dolgozik az emberben, és ez minden egyes szerepnél megismétlődik. Tehát ez nem olyan, hogy ja, van nekem egy sablonom, abba beleteszem így a szerepeket, és megoldom. Minden egyes szerepet külön-külön ki kell találni, meg kell érteni. Nem lehet úgy hozzáállni semmilyen szerephez sem. A Toszka
Valóban egy ilyen nagyon meghatározó szerep. Tehát, hogy nagyon sokan szeretik ezt az operát, olyan, mint a Carmen, ugye? Tehát, hogy a laikus is tud arról, hogy a Tosca, igen, a Tosca az egy olyan jó szerep, egy olyan jó előadás. És hát talán épp ezért kell vele még többet foglalkozni, hogy ne legyen olyan, mint az XY-nak a Toszkája. Tehát, hogy miben lehet ez más? Miben lehet az enyém? Miben lehet ez egy olyan Toszka, egy olyan nő, amelyik belőlem tud megszületni? Nem másból, hanem csak is én belőlem. Tehát én azt gondolom, hogy csak is így lehet hozzáállni a szerepekhez. És ebben nincsenek olyan különösebb bevált receptek is. Nem lehet. Most itt énekel a Szegedi Szabadtérin. Az év további részében hol lehet önt még látni? Milyen szerepekben? Milyen szerepekben? Hát koncertek is lesznek. A szerepek azok majd szeptembertől kezdődnek. Pesten, a Pesti Operában. Fiatal lány leszek, ennyit a veteránról, a Székelyfonóban, aztán, de egyébként igaza van, mert hát ma majdnem 30 éve a színpadon, tehát igen. Utána Denevérben leszek, Rosalinda és a Lucia, Lamermuri Luciában a főszerepet éneklem majd, kint Japánban a Pesti Operának a vendégszereplése kapcsán. Hát aztán jönnek az egyéb szerepek, Szaloméra készülök, Juditot énekelek majd egy koncert, két koncerten, a Zeneakadémián, Desdemonát, Améliát, Simone Boccanegrában, ezt a Placido Domingóval csináljuk együtt. Úgyhogy lesz feladat. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen.